Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, több érdekes témával is készültünk önöknek a mai napra. Szó lesz többek között a jogosítványszerzésről, és természetesen nem maradhat majd el a tanévkezdés, az iskolakezdés, és lesz olyan témánk is a mai műsorban, amelynek középpontjában a kultúra áll, úgyhogy tartsanak velünk! Sok szülő indult el gyermekével ezekben a napokban a papír- és írószerboltokba. Sokan már a megfelelő iskolatáskát is kiválasztották gyermekeiknek, de nem mindegy, hogy milyen az a bizonyos iskolatáska, ezt is megmutatjuk most önöknek. Szebbnél szebb iskolatáskák sorakoznak egy belvárosi papírírószerbolt polcain. Tele az üzlet, készül a város apraja nagyja a szeptember 2-ai kezdésre. Pirkhofer Erzsébet ügyvezető elmondta, hogy nagy kedvenc a lányok körében a lovas, fiúknál pedig a dínós táska, és meg is mutatott egyet nekünk belülről is. Egy elsős iskolatáskát, egy alsósoknak való iskolatáskát nézünk itt. Ezek mindegyik anatómiai kiképzésű, tehát hátul ilyen puha bélelt. Az alja műanyagos, tehát ha leteszi a gyerek a földre, akkor nem sérül. Mindegyik nagyon könnyű, körülbelül 1 kg súlyú, belül osztott, tehát el tudja választani a gyermek a tanszereit, könnyen kapcsolódik, és mindegyikre legalább 2 év garancia van. Tehát, hogy ez fixen tartja a tanszereket az év közben, könnyű, amikor a hátára veszi, és amikor telepakolja, akkor sem okoz neki nehézséget, hogy ez egyenesen tartsa, pontosan a hát kialakításnak megfelelően. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy 2-3 év alatt megunja a gyerek, meg kinövi, és harmadikban van egy váltás, amikor harmadiktól vesznek már egy kicsit nagyobb gyereknek való iskolatáskát, tehát hogy ezek a minták, ezek már olyankor egy kicsit kinövi a gyerek divatnyomult lesz neki, és akkor már egy kicsit nagyobbnak való iskolatáska, és utána jön 5-től megint egy újabb fordulópont, amikor már ugye a felsőbe megy, akkor meg a leegyszerűsített, alig van rajta minta, ezeket az iskolatáskákat kedvelik. A mintánál sokkal fontosabb, hogy van kialakítva a táska, és hogy hordják a gyerekek, hogy ne legyen gerincferdülésük. Kozákné pap Gabriella gyógytornász elárulta, hogy mit javasol a szülőknek, így az iskolakezdés küszöbén. Alsós kisiskolásoknak elsősorban a hagyományos hátitáskát javasolom, mindenképpen 2 vállon kell hordani. Nagyon fontos, hogy üresen is a legkönnyebbet válasszuk, tehát az üzletben akár le lehet mérni a súlyát, megpakolva nem haladhatja meg a gyermek testsúlyának 30%-át, úgyhogy nagyon kell ügyelnünk arra, hogy az iskolában sokszor biztosítanak lehetőséget kis szekrényre, tehát ami olyan holmi, amit nem kell minden nap hazahozni az iskolából, érdemes ott hagyni. És önnek mi a tapasztalata a kínálatról? A mostani iskolatáskák megfelelnek a szakemberek által elvárt követelményeknek? Igen, rendkívül széles a választék, vannak az ergonomiailag kifejlesztett iskolatáskák, rendkívül jól párnázott a hátgerincen a támlájuk, jól elosztható zsebek vannak rajta, és széles pánt. Ön, mint gyógytornász, mit gondol a gyerekeknek a mai testnevelésükről? Hát az iskolában ugye előírás a mindennapos testnevelés, illetve mozgásos feladatok egyre jobb a helyzet. Én azt gondolom, hogy mozgásos feladatok vannak, mozgásos foglalkozások. Igazából nagyon sok gyerek sportol ma már, ennek nagyon örülünk. És mit gondol a felnőttekről? Mindig megmagyarázzuk, hogy rohanunk, nagyon sok a feladatunk, dolgozunk, gyerekünk van, mégis azért talán bele lehetne sűríteni a sportot. Mi az ön tapasztalata? Hát igazából a számítógép előtt végzett munka az az, ami a nagy mumus, rendkívül sokan mozgásszegény életmódot élnek, autóval járnak, irodában ülnek. A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb sport a gyaloglás és a lépcsőzés. Alsó tagozatban most már nagyon sok helyen van iskola otthonos rendszer, ami azt jelenti, hogy hétfőn beviszik az összes felszerelést a gyerekek az iskolába, és pénteken hazaviszik. Így hétközben nincs sok cipelnivaló. Felső tagozatban nehezebb a helyzet, nekik a gurulós táskát ajánlja a szakember.
színes ceruzákat, ollót és iskolatáskát, valamint egy 10 000 forintos ajándékutalványt kaphattak a perkátai gyerekek. A Katolikus Karitas Legyen Öröm az Iskola Kezdés akciója keretében. Színes ceruzák, vonalzó és egy iskolatáska, ezek is benne vannak abban a csomagban, amit ma perkátai fiatalok kapnak majd a Katolikus Karitas adománygyűjtő akciója keretében. Az akció részleteiről megyés püspök urat, Spányi Antalt kérdezem, mennyire volt sikeres ez az augusztus eleje óta tartó akció? Augusztus elejével indította a Katolikus Karitas azt az akciót, amelynek a címe az lett, hogy legyen mindenkinek öröm az iskola kezdés. Ez egy érdekes, sajátos cím, de úgy gondolom, hogy azzal, hogy tudunk segíteni azoknak a családoknak, akiknek gondot jelent a szeptember, az évkezdés, az iskolai év indulása, azok ezzel a segítséggel valóban több örömmel tudják elindítani az iskolai évet. Az az akció, amelyet a Karitas elkezdett, eljutott odáig, hogy több mint 5 000 gyereket tudunk most segélyezni, iskolatáskát, tanszereket, bizonyos utalványokat tudunk számukra átadni, és most itt ebben az esetben az iskolatáskában még játékokat is elrejtettünk, valami meglepetést a gyerekeknek, hogy legyen nagyobb kedvük az iskolába menni, tényleg öröm legyen ez az évkezdés. Azt hiszem, hogy a hívek, az emberek megértették a Karitas fölhívását, és akarnak segíteni, hiszen több mint 1 millió gyerek kezdi meg szeptemberbe az iskolai évet, és ezek közül nem mindenkinek a lehetőségei között adódik olyan, hogy gond nélkül tudják az iskolai évet elkezdeni. Akiknek ez nehéz, azok most itt ezzel a segítséggel tudnak ennek az iskolai évnek nekivágni. Fontos dolognak érzem még azt, hogy több mint 800 településen osztunk segítséget, segélycsomagokat Kárpátalján, határainkon túli szegény magyar gyerekeknek is, és ez azért olyan lényeges, hogy a településekhez visszük el ezt a segítséget, oda, ahol a baj van, oda kell vinni a segítséget. Azért érzem ezt fontosnak, mert a Karitas munkatársak ezekkel a családokkal kapcsolatban maradnak. Tehát az évközben is, amikor nehézséggel találkoznak, tudunk segíteni rajtuk. A gyerekek kapják ezeket a tanszereket, iskolatáskákat, de tudunk a családoknak is segíteni ruhákkal, élelmiszerrel, mindazzal, amire szükségük van. A Karitasnak ez nagyon lényeges küldetése, hiszen a katolikus egyház vallja és hirdeti, hogy a szeretet parancsát itt tudjuk megélni, most megmutatjuk valóban egy újabb alkalommal, hogy ilyen formán is tudunk odaállni azok mellé, a családok mellé, akiknek nagy szükségük van erre a szeretetre, erre a segítségre. Ehhez az akcióhoz hogy lehetett, illetve lehet még csatlakozni, mert ha jól tudom, akkor szeptember 15-ig tart, és a következőkben lesz lehetőség ilyen jellegű akciókban részt venni? Ez az iskola kezdési segélyakció valóban szeptember 15-ig tart. A 1356-os segélyhívó telefonszámon lehet hozzá csatlakozni. Hívásonként 500 forint adományt jelent ez a rászoruló gyerekeknek, de a Karitas számlájára lehet pénzt átutalni, lehet az adományokat bevinni a Karitas központba és ott átadni ezeket. Van lehetőség arra, hogy szeptember 15-ig erre a célra adakozzanak. Utána ez a tanévkezdési segélyakció befejeződik, de természetesen a gyerekeknek mindig újra meg újra próbálunk segíteni, és legfőképpen a családoknak, ahol a gyerekek felnőnek, hogy ne a terhet lássák, ne a gondot lássák, hanem lássanak minél több örömet, tudjanak úgy felnőni, tudjanak úgy az iskolában helytállni, hogy sok-sok örömben legyen nekik is részük, a családoknak is, eredményesen tudják a pedagógusok tanítani és nevelni őket. Spányi Antal megyés püspöknek köszönjük szépen, és hallották, hogy az akció még szeptember 15-ig tart, eddig lehet segíteni az iskolakezdési támogatást, azonban a családoknak lehetőségük lesz a későbbiekben is segíteni, márkinek ugye a Katolikus Karitas oldalán minden erre vonatkozó információt megtalálnak. Több települést és nagyvárost előzött meg Székesfehérvár a Bringázza munkába a tavaszi kampánya során. A célja egyébként az ennek az akciónak, hogy minél többen kapjanak kedvet és pattanjanak bringára itt a városban is. Az 5 legbiciklisebb város között vagyunk, derül ki a májusi kampány eredményeiből.
A játék résztvevői országszerte mintegy 5300-an pattantak nyeregbe, összesen több mint 480 ezer kilométert tekertek egy hónap alatt. Fehérváron töretlen a biciklizés népszerűsége. Munkába szoktam biciklivel járni, bevásárolni, és azért tartom jónak, mert így könnyen el tudok intézni mindent. Nem kell parkolási díjat fizetni, autóval időd, amennyi nem sokkal gyorsabban lehet városon belül közlekedni kerékpárra szerintem. És mit gondol, hogy azok, akik esetleg inkább autóval járnak, miért járnának jobban egészségügyileg, hogyha a biciklit választanák? Hát egyértelműen a testmozgás miatt, ugye, tehát a lába történő tekerés, keringésnek jót tesz, úgyhogy egészségesebb ilyen szempontból. Azért szeretem, mert mindenhova el tudok vele jutni, tehát a kocsival azért elég nagy parkolási gondok vannak. A másik meg, hogy nem szeretek cipekedni, és akkor ezzel tudok vinni bármit, amit akarok. Merre felé szokott, és naponta vagy akár hetente mennyit biciklizik általában? Hát ez attól függ, mennyi dolgom van, mert általában akkor megyek be a városba a biciklivel, hogyha elintézni valóim vannak főleg, vagy van valami rendezvény, arra is szoktam néha biciklivel. A praktikus okok mellett egészségügyileg is kifizetődőbb a bringázás. Igaz ugyan, hogy a sportként való űzéséhez nem a városi terep az ideális, de minden megtett út egy kis mozgás jelent. Székesfehérvár kiemelkedően jól szerepelt ebben a tavaszi kampányban, a méretéhez képest sok nagyobb várost megelőzött. Budapesttel persze nem lehet versenyezni, tehát az van az első helyen. De a bringás napok számát tekintve Fehérvár a harmadik, a kilométereket, megtett kilométereket tekintve pedig negyedik lett az országban. Debrecen meg Szeged előzte meg. Tehát azt kell mondanom, hogy Fehérvár nagyon-nagyon jól teljesített, jók vagyunk, sokan kerékpároznak. Ugye nemrég került nyilvánosságra a hőtérkép által, egyébként az applikációban is megtekinthető kép, ami megmutatja, hogy melyikek voltak a tavaszi kampány alatt a legforgalmasabb, legnépszerűbb bicikliutak. Melyek voltak ezek, és melyek azok, amiket inkább elkerültek a bringások? Természetesen az észak-dél-kelet-nyugati főirányok a legforgalmasabbak, de ezen belül szinte minden utcáján Fehérvárnak van járt valaki. Olyan, hogy nagyon elkerülnének, ilyen nincsen. Meglepő az, hogy még azok a nagyon szűk, nehezen járható, például a kisbudai szakasza is, az is egy igen élénk színnel világít a térképen. Mit gondol, hogy miért fontos ez, hogy minél többen biciklizzünk, a szervezetünknek hogyan tesz jót ez tulajdonképpen, és mi az a napi mennyiség, vagy akár heti mennyiség, ami fölött már beszélhetünk egy egészséges mértékről? Hát az egészséges mérték, ez a végtelen, szóval ennek szinte nincsen határa. Ha edzésszerűen bringázik az ember, akkor egy óra kemény tempóban, de ezt a városban lehetetlen teljesíteni. Ez országúti kerékpározás jelent. A városi kerékpározás másról szól. Ez arról szól, hogy a mindennapos közlekedésben használok egy olyan módszert, ami testedzéssel jár, kevesebb helyfoglalással, kevesebb károsanyag kibocsátással jár. Itt az egészségmegőrzés annyiban játszik szerepet, hogy biciklizni hasznosabb, mint ülni. A bringázza munkába őszi szezonja szeptember 9-től 22-ig tart. Az érdeklődők a www.bringazzamunkaba.hu weboldalon regisztrálhatnak. Ezután egy applikációnak köszönhetően követhetőek a megtett kilométerek, az elért eredmények. Augusztus 21-én kezdte meg nyári táborát a Magyar Rádió gyermekkórusa, ezúttal Siófokon, nem messze Székesfehérvártól. A gyerekek már nagyon izgatottan készülnek az új évad koncertjeire. Mi szótunk, egyet ír. Mi szótunk, az nagyon szép volt. Mi tritunk. Hát gyönyörű volt, gyönyörű. Együtt a két szólam, hogy. Szólampróbával indult minden nap a Balaton partján. A gyerkőcök bár táborban voltak, a strandolásra jutott a legkevesebb idő, de ők ezt nem bánták. Először vagyok itt táborozni, és szerintem jó élmények lesznek, és már ma a második kottát tanuljuk, és kicsit nehéz. Rögtön belekezdtünk igazából a kórus munkába, és elkezdtünk ugye blattalni, tehát először olvastuk a kottákat, és kezdetét vette a fárasztó kórus munka, de igazából nagyon élvezzük.
Minden évben részt vesznek a gyerekek a táborban, az idei mégis különbözött az eddigiektől. Ebben az évben ünnepli fennállásának 65. évfordulóját a Magyar Rádió gyermekkórusa. A most induló 2019-2020-as koncertévadban ezt az évfordulót ünneplik a Magyar Rádió művészeti együttesei, így a gyerekekre is fontos fellépések várnak. A kórus Fehérvárra is ellátogat majd. A következő belépés, ad meg a hangokat, egy ütemtől játssza a Zsuzsi néni, és jó, szoprán kettőt nem hallottam, én nekedtetek? Magasra, tovább. Nekem tökéletes. A kórustábor az minden évben megrendezzük, hiszen a Magyar Rádió gyermekkórusának vannak bőven felkérései, amikre állandóan készülnünk kell. De különösen fontos nekünk most ez az évad, ugyanis ez a mi ünnepi évadunk, melyben a Magyar Rádió gyermekkórusa fennállásának 65. évfordulóját ünnepeljük. Úgyhogy nagyon szép koncertekre készülünk. Például az egyik első, az majd most lesz szeptember 28-án a Magyar Rádió művészeti együtteseinek a napja, mely egy egész napos Bartók Rádió közvetítés, élő egyenes adásban az összes együttes, ugye a Magyar Rádió szimfonikus zenekarra, énekkarra és gyermekkarra, mind külön is adnak koncerteket, együtt is egy nagyon szép, tartalmas összeállítás lesz. Szeptember 26-án az Alba Régia szimfonikus zenekarra van alkalmunk fellépni Székesfehérváron, a Szent Imre templomban, ahol egy rendkívül izgalmas programot, amelyre nem sokan művész vagy karmester merészkedik. Ez a velencei többkórusos iskolának a műveit fogjuk előadni, Giovanni Gabrielitől indul, ugye ez a velencei iskola, és aztán pedig Antonio Vivaldi műve lesz, egy nagyszabású kétkórusos kíriével fogjuk zárni a programunkat. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy a Szent Imre templom, aminek különösen alkalmas erre a belseje, hiszen felső oldalsó karzatok vannak, és oda fogunk majd két oldalra beállni. Ez a lényeg, hogy így felelgetnek a zenekarok egymásnak. Úgyhogy egy nagyon izgalmas program elé nézünk, és hát ezt a két műsort tanuljuk most szimultán tulajdonképpen, ugye szeptember 26-át és 28-át, úgyhogy ezért is nagyon fontos ez a kórustábor most, hiszen egyszerre két teljesen különböző koncertanyagot kell megtanulnunk. Ez a tábor nagy örömünkre itt van a Balaton partján, Siófokon, és a gyerekeknek nagyon fontos, hogy a kemény munka mellett, mert hát azért ne tagadjuk, itt azért kemény munka folyik, hiszen egész délelőtt mondhatjuk így, és a délután nagy részében ugye próbálunk velük, és tanuljuk a darabokat. Emellett nagyon jó, hogy rögtön ki tudnak kapcsolódni, tehát rögtön tudnak fürdeni, naponta kétszer mennek be a vízbe, nagyon szép zöld környezet van itt, nagyon szép ennek a parkja, ennek a szállónak. Úgyhogy itt, és hát az étel is fantasztikus, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát, és hát ezt csináljuk munka mellett, aktív kikapcsolódás. Ezt a 65 évet röviden össze lehet-e foglalni, és hogyha igen, akkor miként? Természetesen nem. Talán annyit érdemes elmondani, hogy mikor 65 éve megalakult, akkor ez egy hiánypótló dolog volt, hiszen egyetlen egy ilyen úgymond profi gyermekkórusa sem volt az országnak, és aztán persze, hogy nagyon sok nagyszerű gyermekkórus és nagykórus alakult, de mégis a tradíció, a hagyomány az ott van, és hát ugye a világon is úgy ismerik a Magyar Rádió gyermekkórusát, hogy nagyon sok felé turnéztak, és hogy minden koncert színpadon megállják a helyüket, úgyhogy ez egy nem kis feladat ennek eleget tenni, ezért dolgozunk is rajta. Kettő. A nyár nem csak a pihenésről, a strandolásról és a nyaralásról szólt a fiatalok körében, sokan felkeresték ezen a nyáron az autós iskolákat, és az állam is támogatja már a vezetni vágyókat, a sikeres KRESZ vizsgáért és a tanfolyamért már pénzösszeg is jár. E
Elfoglalja helyét a vezetői ülésben Mennyhárt Zsófia, a fiatal lány Pákozdról érkezett a soron következő órájára. Mint mondja, oktatója szakmai múltját régóta ismeri, ezért esett rá a választása. Hamarosan ő is készhez kaphatja a jogosítványát. Én szerettem volna főként, igazából a szüleim is támogattak ebben, hogy nekik is jó, hogyha megvan a jogosítványom. Hát igazából így az autós iskolát az András miatt választottuk, mivel jó ismerősünk, és így kerültem ide. Te hallottál-e a kedvezményről, vagy az autós iskola tájékoztatott téged? Hallottam is róla, illetve az autós iskolában is megfelelő tájékoztatást kaptam erről a kedvezményről. És hol tartasz a jogosítvány megszerzésének útján? Most 30 óránál járok, úgyhogy szeptember közepén lesz a vizsgám, már egész jól megy szerintem, úgyhogy lassan már a jogosítvánnyal fogok rendelkezni. Az eddigi tapasztalatok mik voltak, akár ami a KRESZT, illetve az egészségügyi vizsgát érinti? Nekem a KRESZT is, illetve az egészségügyi is elsőre meglett. Hát igazából készültem mindkettőre, úgyhogy nem várt meglepetés. És ha megszerzed a jogosítványt, mi lesz a következő lépés? Beállsz a forgalomba és vezetsz? Hát először a szüleim mellett szeretnék vezetni, és utána majd minél előbb egyedül, igen. Jellemzően az osztálytársaid is beiratkoztak? Most azt hiszem, hogy 5 vagy 6 embernek van már meg a jogosítványa, és folyamatosan egyre többen jelentkeznek, legalábbis mert a KRESZT már sokan megcsinálták. Te most fogsz végezni, most leszel negyedikes? Most leszek, igen, negyedikes, ez az utolsó évem a gimnáziumba, és így jó lenne még ebben az évben vezetni, amíg itthon vagyok Fehérváron. És mi lesz a jövő, mi lesz a következő lépés a Vasvári gimnázium után? Egyetemre szeretnék menni, Budapestre, a Corvinus Egyetemre. Hát oda mondjuk nem autóval, de azért jó lenne, hogy egyetem előtt meg legyen a jogosítványom. Az állam támogatja a vezetni vágyó fiatalokat, a hozzájárulás összege 25 000 forint. 20 éves korig érdemes letenni a vizsgát, ez a korhatár ugyanis a KRESZT tanfolyam és a vizsga visszaigénylésének esetében is. Ha esetleg a vizsga közelében lenne a fiatal 20. születésnapja, figyelni kell rá, mert ha éppen a vizsga napján még nem éri el a korhatárt, akkor még megkaphatja a 25 000 forintos támogatást. Én úgy gondolom, hogy minden, amikor az ember valamilyen úton, módon támogatás, segítséget kap, az mindig mindenkinek jól jön. Igaz, hogy van, aki azt mondja, hogy miért a 20 év, mert úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb jogosítványszerző réteg az a 17 és 20 évkor közötti különbség, tehát szélesebb körű a támogatás. Az állami költségvetésből egyenesen a tanulónak utalja vissza, miután ő felén kifizette a dolgokat, tőlünk kap egy igazolásszámlát, és az alapján kell benyújtani a támogatási igényt. Sok fiatalt érinte ez a kedvezmény? Voltak-e sokan a nyáron az iskolai szünetben? Hát általában a jó idő az mindig meghozza a tanulókat is. Igaz, hogy az idei évre talán kiemelkedően nem jellemző, ugyanaz a létszám megvan, mint tavaly volt, vagy tavaly előtt volt, csak most az utóbbi pár évben egységesebb a jelentkezés, tehát egyformában jelentkeznek évelején, évközepén, és remélhetőleg majd az évvégén is, és mint említettem az előbb is, hogy nagyon sok a 17 és 20 évkor közötti, aki jogosítványt kíván szerezni, egyre jobb úgy gondolom az anyagi lehetőség, amiből a szülők tudják finanszírozni. Mennyire tudják a gyerekek, illetve szüleik, hogy kedvezményre jogosultak, esetleg önöknek kell-e őket tájékoztatni? Hát mi nem kutatjuk azt, hogy ők tudják el, hanem automatikusan tájékoztatjuk a jelentkezőket arról, dediktáljuk nekik azt a rendeletszámot, ami alapján utána tudnak nézni, hogy ne maradjon ki az, aki nem szeretne kimaradni ebből. Jellemzően kik érkeznek, még a gimnázium vagy középiskolai tanulók, vagy kik jönnek önökhöz? Gyakorlatilag, ha megnézném a jelentkezőknek az arányát, akkor körülbelül olyan 70% az, aki a 17 és 20 év kor közötti tanulók, és 20-tól fölfelé, akár bezárólag is, mert most éppen tanítunk 51 néhány éves hölgyet is, az a körülbelül a 30%-a jelentkezőknek. Mi a jellemző, mennyire sikeresek a tanulók, illetve hogyha bejön egy kis bukás, mennyire kitartóak? Hát gyakorlatilag a mai világban
a fiataloknál azért sokszor van egy elkeseredettség, hogyha nem úgy megy, ahogy ő szeretné, de ezen megpróbáljuk őket átsegíteni, illetve hogyha a szülői háttér olyan, akkor meg még könnyebb dolgunk van, mert még könnyebben át tudják lépni esetlegesen a sikertelenséget, de egyértelműen mindenképp arra törekedünk, hogy a sikertelenséget kerüljük. Mit gondol egy 17-18 éves fiatalról, mármint ami a vezetést érinti? Nem fiatalok ők a vezetéshez, vagy úgy gondolja, hogy elég óvatosak, mint akár egy felnőtt? Általában azért a szülők ismerik a gyereküket, és több esetben találkozunk olyannal, hogy a szülő nem engedi még, mert érzi, hogy a 17 éves gyermeke nem érett arra, hogy közlekedésbe részt vegyen, és ő majd jön 2-3-4-5 évre rá, amikor már a szülő is érzi ezt. Általában így, mint ahogy a szülő ismeri azért a gyermekét, többnyire azon 17 évesek jönnek, akiknek már kezébe való a jogosítvány. A hozzájárulást az állam elutalja a tanulóknak az autós iskolától kapott igazolás bemutatását követően. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én remélem, hogy jövő héten is velünk tartanak majd itt a Fehérvár televízióban. Szép hetet kívánok Önöknek, viszontlátásra!